A decemberi összefoglalónkban már láthattuk az ülésvezető Farkas Ferenc polgármester beszámolóját, ami a kérdések bejelentések napirendi ponttal és az arra adott válaszokkal folytatódott, míg el nem érkeztünk az előterjesztésekig, melyek közül az első a temetkezés rendjéről szóló változás volt. Megközelítőleg 18%-os díjemelési javaslat történt ez ügyben. Annyit hagyd kérdezzek még, hogy mikor volt utoljára díjemelés? 2011-ben volt díjtételemelés, és ezért az üzemeltetési költségek is fokozottan emelkedtek, így célszerűnek és okszerűnek tartottam a díjtételek emelésének módosítását. Illetőleg később terveink szerint a rendeletet is közösen a jegyzőasszony és a jegyzőasszonyon átdolgoznánk, hogy aktualizáljuk a tartalmát. Azt gondolom, hogy erre szükség van. Egy későbbi előterjesztésben a város által elrendelhető köztemetések megemelkedett árait is elfogadták a képviselők. Az előterjesztés elfogadása után a következőt is teljes konszenzusban szavazták meg, mely a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőttkorúak érdekében végzett munkájának értékelése volt. Egy újabb előterjesztés a köztisztviselőkkel szembeállított követelményrendszert tartalmazta, melyet a korábbi évekhez hasonlóan szintén elfogadott a testület. A folytatásban tárgyaltak a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtásáról, amit mindkét fél elfogadott. A Start közfoglalkoztatási program idei pályázati beadásáról is szó esett. Jelen esetben a 2023-as évre vonatkozóan 40 fő foglalkoztatására, viszonylag hosszú távú foglalkoztatására nyílik lehetőség. A program személyek foglalkoztatására és az ezzel összefüggő alapanyagok, szolgáltatások igénybevételére is lehetőséget biztosít. A Jársági Szociális Szolgáltató Társulás társulási megalapodását is módosították az új boldogházi polgármester személye miatt, illetve alatján kilépése okán. A város idén is csatlakozott a Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz. A település célja, hogy ezzel is ösztönözze a kertészkedőket és szépítse, gazdagítsa Jászapátit. A folytatásban megtudtuk, hogy a 2023 első félévi munkaterv csak februárban borul fel, mert akkor 15-én szerdán dönt a testület a költségvetésről. Azt már rég tudjuk, hogy bruttó 500 000 forintot fordíthat Jászapáti a Top Plus program forrásából a vásártér projekt megvalósítására, melynek közbeszerzői szakértői feladataival a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Terstender Kft-t bízták meg. Sikeresen pályázott a település a TOP program visszahulló forrásaira is, melyből csapadékvíz elvezetési problémákat oldanak meg a közeljövőben. Igyekszünk ebből megvalósítani a Táncsicsút, nyílt csapadékvíz elvezetésének zárt átételét, egészen a Csátés csatornáig, valamint a Gyöngyvirág utcával párhuzamosan lévő házak mögötti nyílt csapadékvíz elvezető árok zárt tételét és a Nagyhomokos tó minden oldalról történő partvédelmét, ami minimálisan beleférhet ebbe a pályázati összegbe. Az ülés végén még megtudtuk, hogy heti 40 órában dr. Maknitz András látja el a 3-as számú felnőttházi orvosi körzet betegeit, illetve hogy a TRV ZRT leselejtezi a Jászapáti szennyvízvízi közmű átemelő szivattyúit, amit pályázati forrásból cserél ki. A testület zárt üléssel folytatta munkáját. 200 millió forint.